és uraim, kedves Petőfi Sándor utcai lakos, meg Szabadság utcai, meg Szent Erzsébet utcai, meg az összes Kereszt utca lakosai. Mindenek előtt önöket köszöntöm szeretettel, továbbá természetesen minden vörösvári polgárt, aki ma megjelent ezen az ünnepségen. Mit kívánhat többet egy polgármester, mint amit ezekben a pillanatokban mi itt mindjárt átélünk? Ez a fergeteges köszöntés, amivel a Nosztalgia Kórus megnyitotta a mai ünnepségünket, azt hiszem minnyájunknak az érzéseit és hangulatát érzi, az enyémét mindenképpen. De úgy gondolom, hogy mindazokét is, akik ennek a parknak a megálmodói, megvalósítói voltak. Sokan vannak ilyenek, és megmondom őszintén, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor ennek a parknak az első gondolatai megfogalmazottak bennünk, akkor még egyikünk sem tudhatta, hogy a végeredmény az ilyen meggyőző lesz. Amikor elkezdtük tervezgetni a játszótereket, sportpályákat és parkokat, akkor azzal kezdtük a munkát, hogy köröket húztunk Vörösvár térképén, hogy melyek azok a területek, amiket le lehet fedni egy-egy játszótérrel, sportpályával vagy parkkal. Amikor a Petőfi utca üresen álló, illetve elhanyagolt területe, ez a volt iskolakert, a Lámkrom területe szóba jött, akkor elkezdtünk aggódni, hát túl közel van ide a sporttelep, a focipálya, és túl közel van a Lőcsei utcai sportpálya és park. Mi lesz ezzel, ez nem lehet semmire használni. A főépítész úrral gondolkodván azt mondtuk, hogy ide egy parkot kéne csinálni, mert a fiataloknak, gyerekeknek elég pálya, meg játszótér, de kellene valami a gyerekeken kívül, mert vannak felnőttek, meg idősebbek is, és Vörösváron nem csak a sportpályák hiányoznak eddig az évig, hanem a parkok is. Nekem személy szerint hosszú évek óta egy fájdalmas hiányérzetem volt, hogy Vörösváron nincsenek parkok. És ez az volt, innen eredt az ötlet, hogy itt van ez a terület, ebből kéne egy parkot csinálni. Szauer Györgyné vagyok, lánykori nevem Gut Teréz. A Gut, mi vagyunk a leszármazottja ilyen a tónak. Az édesapán Gut volt, és 4 voltunk testvérek. Engem úgy ismernek, hogy a Gut Tercsi vagyok. Úgy ismernek a környéken, meg Vörösváron is. A férjem után Szauerné vagyok. Itt laktak mindig is? Igen, igen. 72 éves vagyok, és mindig is itt laktam. Ez a szülői ház, amit szembe, csak mi egy háza lejjebb, már kertbe építettünk bele, azért kerültem én lejjebb. Ez a házam, a testvérem lakik ebbe a házba. Mit szóltak most ahhoz, hogy megújult ez a park? Hát, nem akartuk elhinni, hogy ez lesz. Mi még megéljük ebbe korba már, hát, de hát örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyesmit megéltünk. Mert mi nagyon csúnya dolgot éltünk meg ezzel a lámpommal. Itt, hogy mondjam, ez nagyon hosszú is volt, mély is volt, 2 méteres volt ez a lámkrom. És akkor egyszerre, egy 30 évvel azelőtt kezdték ezt betemetni. Ez mély volt, 2 méter mély, és hosszú. Itt nem volt ház, ez egész oda mi családi ház elé jóforma ért a víz. Hát ez eredetileg, ha jól tudom, egy ilyen agyagos terület volt, igen. És akkor az eső víz folyt ide, ugye? Igen, igen. Egy agyag, azt lehet mondani, bánya volt, mert az édesapám gyártott a kis melléképületünket ebből építette föl, az agyag téglából. Innen szedte ki az agyagot, és akkor téglákat, és ezzel építette nekünk a kis nyári konyhát, vagy hogy egy szobába éltünk, akkoriban egy szoba konyha, és ő még csinált még egy kis mellékhelyiséget ebből a téglából. Aztán, ezt nem fejeztem be az előbb, hogy... És akkor egyszer egy 30 évvel azelőtt kezdték ezt a lámkromot feltölteni. Mindenhonnan hordták a csittet, meg amit lehetett, betemették ezt a lámkromot. Bánta akkor, hogy ez így történt? Nem tudom. Pedig nagyon sok örömünk volt a lámkrommal, mi itt nőttünk fel. Itt törődtünk az én gyerekeim is, még 2 gyerekem van. 50 éves és egy 45 éves, ők is még itt fürödtek, meg itt játszottak mind a gyerekek. Aztán, mondom, kezdték feltölteni ezt a lámkromot, megszűnt a lámkrom, és akkor egy nagy szeméttelep lett belőle.
Megmondom őszintén, hogy az én lelki szemeim előtt olyan park volt kezdve, ami nincsen bekerítve. Majd később erre még visszatérek, de a mai világban egy bekerítetlen parkot nem mertünk csinálni. Minden esetre parknak park, és onnantól kezdve már csak az volt a feladat, hogy egy tervezőt találjunk, aki kitalálja, hogy a park hogy nézzen ki. Majd utána szót is adok neki, de szeretném, hogyha már most megmutatná magát, Vince Attila tervező úr, aki ezt a parkot megálmodta. Mesélj egy kicsit arról, hogy hát miről szólt a felkérés, és hogy indult neki ennek a parknak a tervezés. Maga a felkérés az elég régen volt már. Úgy indultunk neki, hogy az volt a kérés, hogy egy olyan kis park legyen, ami a hajdani iskola kert helyén az itt lakóknak, ténylegesen az itt lakóknak egy kis saját közösségi teret hoz létre. Tehát nem is igazán park, én úgy gondolom, hogy ez annál, hogy ténylegesen park lehessen, egy olyan közösségi téré fejlesztendő kis kertről van szó, ami egyben játszótér is, meg egyben találkozóhely. Remélhetőleg előbb-utóbb akár ilyen közös sütésekre, főzésekre otthont adó, tehát gyakorlatilag ilyen utca ünnepeknek helyt adó hely lehet. És akkor mivel lehet ilyenkor kiindulni? Hát gondolom kell valami vezérfonál, ami alapján el lehet kezdeni gondolkodni, hogy nézzen ki. A vezérfonál ténylegesen a dal volt, tehát hogy itt állt egy agyaggödör, a partján állt egy fűzfa, ezt úgy gondoltuk, hogy ezt muszáj vittem. Az, hogy itt egy helytörténeti kiállítás is helyet kapjon, azt a főépítész úr sugalta, tehát ezt úgy gondolt, hogy ez egy különleges sajátos hangulatot adhat a parknak. Mi az, ami belefér? Ezen az oldalon játszóteret terveztünk, ahova nem fér be sok játék, nem is az a lényeg, hogy a többi játszótérrel konkuráljon maga ez a park, hanem hogy egy-két játékkal a gyerekek el lehessenek. Középen a dísztó, az magában úgy gondolom, hogy elég attraktivitás, elég játszó helyeként funkcionálhat. A túloldalon pedig, ahol most az ünnepség zajlik, oda igazából egy szép nagy közösségi kertet terveztünk, aminek a tervei el is készültek, de sajnos nem fért bele a megvalósítás. Szeretnék köszönetet mondani a főépítész úrnak, aki az egész programnak az előkészítésében, megtervezésében nagy érdemeket szerzett. Ő itt lakik egyébként a szomszédban, úgyhogy biztos haza is beszélt, amikor... Ezt kitalálta, ezt az egészet. A kivitelezőket most nem látom, nem tudom, itt van az Everlink Kft-től. Ők is ott vannak, tapsoljuk meg őket is szembe. Everlink Barázs urat és Tóth József urat látom, ügyvezetőt és a kivitelező cégnek a vezetőjét. Úgy gondolom, hogy folyamatosan, nagyon lelkismeretesen és a szűk költségvetéshez képest mindent kihozva abból, amit lehetett a helyzetből, megtettem azért, hogy a park szép legyen. Köszönettel tartozom még a környékbeli lakosoknak, akik figyelemmel kísérték az egész építkezést, és nagyon sok tanácsot adtak, nagyon sokat jelentett az, hogy ők kezdettől fogva megadták azt a háttértámogatást, ami az embernek a lelkesedését fönntartotta az építkezés közben. De nem járultak hozzá, hanem azzal is, hogy segítettek például fotókat gyűjteni a régi lámkrumról, amelyből egy montást készítettünk, és majd a végén átvonulunk oda a szigethez. Ott mindenki megnézheti, hogy van egy nagy tabló a szigeten, amelyen meg lehet nézni, hogy hogy nézett ki ez a helyszín 40 vagy 50 évvel ezelőtt a fotók alapján. Szeretném megköszönni a környékbeli lakosoknak azt a segítségét és hozzájárulását is, hogy például önként felajánlották ezt a szalonna sütőt, tehát pénzükből fogták össze, és szállították ide, és állították föl, és egyébként a mai ünnepséget is mind ők szervezték meg. Külön meg kell említenem a Nosztalgia Kórust, a Nyugdíjas Klubot, és a Kertbarát Kört, akik itt személy keverednek időnként, és mindenképpen a Nyugdíjas Klub két vezetőjét, Prohászka urat és a Gút urat, akik a mai megnyitó ünnepségnek az összes kövítését, az asztalokat, székeket, enni és ittivalót, a műsort, a hangosítást, mindent ők szerveztek, úgyhogy nekik külön nagy tapsját.
Amikor itt a megnyitó ünnepség volt, akkor láttam, hogy már nagyon sokan itt a környékben lakók közül kijöttek, de hoztak süteményt is, ételeket, innivalót, tehát nem ki is csak a készültek belé. Padokkal is. Messze, hogy mondjam, hátulról, messzebbről is hoztak süteményt. Hoztuk nektek a avatásra, jöttek az emberek, úgyhogy az egész falu örül ennek én szerintem egy ilyen parknak, mert ilyesmi itt még volt, vagy nincs is, csak ez az egy, mondjuk, ami, hát azt lehet mondani, hogy tényleg egy szabadidőpark. Mindenki örült neki. Föntről, lentről, mindenhonnan jöttek az emberek, segített. Ezt ajánlotta föl. Volt, aki egy darab szalonát ajánlott föl, azt mondja, hogy most már megvan ez a szalonasütő, süssetek szalonát. Volt, aki hozott egy decis bort ki, egy férfi, azt mondja, ígyjuk meg ezt a első napi, mikor először ültünk kint. És mindenki egy fél deci bort talán kapott, és voltunk sokan. És olyan jóleső érzés volt, már sötét volt, mikor bementünk, mondom a férjemnek, hát és a híradót már ma elhagytuk, mert mindig szeretjük nézni a híradókat. Olyan szép dolgok ezek, nem? Én szerintem, hát... Benne van talán akkor az is, hogy egy kicsit a régi idők is visszajöhetnek, igen. Nem? Ha fürdeni már nem is lehet, mert ez a túl arra nem alkalmas, nem, de hát de... gondolom azért régebben... Igen. Találkozott itt a környéknek a gyereksereget, talán az idősebbek de, is hát igen. Igen, hát itt a gyerek mindig itt voltak, ebbe tóba, itt környékben, még más gyerekek is, mert ebbe fürödtek. Jóformán minden házban volt egy teknő, amiben mostunk, abba a teknőbe beültek a gyerekek, és itt eveztek a gyerekeim is. Az unokáim már ezt nem, erről nem tudnak, van 30 éves unokám, de az már erre nem emlékszik, mert akkor már föl volt töltve, ő már csak erre a csúnya látványra. Mi szeméttelep volt. Én azt remélem, hogy előbb-utóbb az itt lakóknak esetleg lett annyi saját közös akarata, hogy maguk megépítsenek. Hát valójában, hogyha ha nem is gyakran, de mondjuk havonta egyszer ilyen közös sütésre, főzésre helyet adhat ez a park, akkor ténylegesen még ez még elősegíthet, hogy tényleg élettel teli legyen. Látom, hogy azért egy szalonnasütő állít, tudom, hogy a lakók valósították meg végül is. Igen, ez reményt ad arra, hogy ténylegesen saját maguk használni akarják. Én azt is el tudom, hogy előbb-utóbb hoznak egy lengőtekét, esetleg kialakítanak egy kis petangpályát, ki tudja. De hogy saját maguk be kell lakják, meg maguk kicsit a maguk képére át kell majd alakítsák ezt a helyet. És ez nem azt jelenti, hogy rongálni, hanem hozzá kell még tenni, hozzá lehet még tenni ehhez a parkhoz sokat, azt gondolom. Akkor mindig nagyon sok a támogatás mellett az aggódás is, a kételkedés, hogy minek az, úgyis majd szét fogják verni, meg úgyis tönkre teszik, zajonganak itt a gyerekek, nem kell ilyet csinálni, mindenki maradjon inkább otthon és nézze a tévét. A mostani képviselőtestületnek a döntő többsége mindig azt az álláspontot képviselte, hogy Vörösváron kellenek helyek, ahol az emberek találkozhatnak és összejöhetnek. Én azt mondhatom, tehát már egy vagy másfél hónap a játszóterek és a sportpályák átadása óta, ma már senki nem kételkedhet abba, hogy ez így van. Hogy Vörösváron a vörösváriaknak nagyon hiányoztak azok a területek, ahol az emberek összejöhetnek, találkozhatnak, beszélgethetnek, játhatnak, biciklizhetnek, vagy ülhetnek a padon és olvashatnak. Én azért vagyok boldog, mert most, hogy ezek megépültek, ezek a helyek, azt látom, hogy ezek folyamatosan tele vannak. Nem csak ilyenkor, amikor megnyitjuk és átadjuk őket, hanem folyamatosan. Ha valaki fölmegy a Görgei utcába, vagy az Rínyi utcába, vagy a Rákóczi utcába, bármelyik helyre, azt látja, hogy tele vannak a játszóterek, sportpályák, és az emberek örülnek. És nem csak a gyerekek bicikliznek és szaladgálnak, hanem ott vannak az anyukák, az apukák, a nagypapák, a nagymamák,
és ennél nagyobb boldogság nincs. Én azt gondolom, Vörösvár történetében ez a legnagyobb érték, hogy az emberek mostantól kezdve tudnak találkozni, tudnak beszélgetni, és véget ér az elidegenedésnek a korszaka Vörösváron. Azt gondolom, hogy egész országnak erre lenne szüksége, hogy az emberek ilyen helyeket kapjanak, ahol véget ér az elidegenedés korszaka. Mert az, hogy Magyarországnak egy jobb jövője legyen, úgy gondolom, az nagyon nagy mértékben ettől függ, és ezen múlik. Hát ez nem vág ez a szó, de azért talán sikerülni fog. Hát ez a tóból lett nagyon... Ez a tóból lett kiszedve. Ez a tóból lett kiszedve, azt mondja, én inkább így csinálom. Hát akkor... Az ünnepélyes pillanatokban nem lehet egy kicsit nem nézni a jövőbe is, és mégis oda a kérdése, hogy jó, hát ez nagyon szép, de meddig lesz ez ilyen? Én szeretném ma itt az ünnepi pillanatokban is ezt mindenkinek a szívébe írni, hogy csak közösen tudjuk megvédeni ezt a parkot is, meg a játszótereket is. Természetesen a rendőrség, a polgárőrség megígérték, hogy rendszeresen fogják járőrözni. De azt gondolom, hogy a rendőrség, polgárőrség, önkormányzat, közterület felügyelő, a bezárt kerítés, mert este mindig be fogjuk zárni 9 órakor, mind csak egy-egy hozzájárulás lehet, ami önmagában nem elég, hanem mindnyájunknak a közös összefogása kell. Kell az, hogyha a beliek azt látják, hogy egy gyerek itt olyasmit csinál, ami rongálást jelent, nem idevaló, akkor legyen annyi bátorság és vegyenek annyi erőfeszítést, hogy a gyerekre rászólnak. Nem megverni kell, nem dorongolni kell, meg kell neki magyarázni, hogy kisfiam, nézd meg, milyen szép ez a park, vigyázz rá, neked is az az öröm, hogyha ez nem lesz tönkretéve. Én hiszek abban, hogy az ilyen figyelmeztetések, ha ezt megtesszük, akkor eredményesek lehetnek. Az elmúlt 1-1,5 hónap a játszóterek átadása óta szerintem minnyájunkban azt a reményt megerősítheti, hogy nem kilátástalan ez, komolyabb rongálások nem történtek, és hogyha tovább, itt van a parancsnok is, köszöntöm, Kocka Gábor, rendőrparancsnok urat. Ez én szóra jött, tehát ő is megígérte nekem, hogy a rendőrség mindent megtesz. Azt szeretném utolsóként még kívánni, hogy ez a park legyen minnyájunknak a közösség helye, az összetartozás helye, olyan örömnek a helye legyen minden nap, mint amilyet most itt érzek, és gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Kívánom, hogy sokáig épségben legyen a környékben lakóknak és egész Vörösvárnak az örömére.